Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy gyors bemutató videó lesz, azaz azt szeretném bemutatni, hogyan lehet Linux alatt a Discord szervernek a kliensét, tehát a natív klienset, amit rátelepítesz a gépedre, nem azt, ami éppen a böngészőben megjelenik, testre szabni. Ez nagyon egyszerű lenne, ha a Discordnak lett volna annyi jó indulata, hogy könnyebbé, egyszerűbbé teszi a szerverének, mármint a kliensnek, a testreszabását gyakorlatilag ez alapesetben nem fog működni, ezért kiegészítést kell letölteni. Felmegyünk a betterdiscord.app oldalra, azaz fellépünk, megkeressük a letöltési gombot, letöltjük. Ennyi az egész. Letöltünk egy programocskát, egy API Midget, tehát nem jelent ez különösebb gondot, megmutatom, hogyan kell majd használni. Majd utána beszerzünk egy csomó témát témákat, a témák között fogunk keresni, egyéb pluginokkal nem foglalkozni, ugyanígy működik minden, tehát gyakorlatilag minden megoldható, de a témázás lesz a mai gondolat. Van egy kereső, ami szerintem teljesen fölösleges, gyakorlatilag végig kell nézni azokat a témákat, jó néhány van, ami éppen neked megtetszik, lapozol lefele, lapozol lefele, és utána a letöltés gombra rá fogsz nyomni és letöltődik egy fájl, egy egyszerű, sima, szöveges fájl, nem is kell törődni igazából, hogy abban mi van, számunkra érdekten, ami tetszik, letöltött, ennyi az egész, a következő lépés is hasonlóan egyszerű, letéltés után az egész akármit, tehát az apimidzset meg a fájlokat bemásolod egy könyvtárba, hogy egy helyen legyen. Ez azért fontos, mert hogyha mindent a letöltési mappába tárolunk, akkor egy idő után akkora káosz lesz, felvillant és láttátok, minden nálam van, és nem lehet eligazolni, sokszor van olyan, hogy érdemes ezeket a beállító fájlokat, színezékeket, pluginokat összegyűjteni, elrakni, mert lehet, hogy egy idő után eltűnik az a plugin, az a színezés, mely jelenleg avval foglalkozunk, és utána siránkozhatunk, hogy elveszett egy újratelepítés telepítés után nem találjuk, jobb mindent egy helyre bepakolni. Az Apimicnek nek az a tulajdonsága, hogy egyetlen egy fájl jön le, ami nem futtatható, nekünk pedig futtatni kéne, így bizony adunk neki egy futtatási jogot, hogy a te fájkezelődbe hol van a futtatási jog, azt én nem tudom, de nyilvánvalóan te tudod, a jogok környékén kell keresni, és a futtatási jogra rá fogunk bökni, leokézzük, nem történt semmi, gyakorlatilag ezt meg lehetne terminálba is csinálni, de ahova nem szeretnék foglalkozni, nyilván, az emberek nagy része szereti a grafikus felületet. Utána rákattintunk, és futtatást kiválasztjuk. Futtatást futtatni fogjuk, akkor látjuk, hogy ő azt mondja, hogy bizony fogad el a Liszenc feltételt. Ez azért fontos, Egyrészt már nem tudsz utána tovább lépni természetesen. Kettő, tudomásul veszed, hogy a Discord nagyon nem szereti a belepiszkálnak az ő programjába, és esetleg ki is a szervereiről, azaz gyakorlatilag megszünteti a hozzáférésedet nyilvánvalóan regisztrálsz egy újabb néven, olyan e-mail címmel, hogyha ilyesmi előfordul, nem szokott előfordulni, de nyilvánvalóan sem én, sem ennek a program kiegészítőnek a készítője nem fogja fölvállalni azt, hogy te oda menjél és azt mondod, hogy ennyi ennyi a te programod miatt rúgta ki a Discordról. Oké, okay. utána ő föl fogja deríteni, hogy hát milyen lehetőségek vannak, mit szeretnél csinálni. Megkérdezi, installálni szeretnéd, reparálni szeretnéd, vagy eltávolítani szeretnéd ezt a dolgot. Lehet, hogy első telepítésnél nem pontosan ilyen lesz. Én nyilván valamivel azt játszuk, mert nekem már fel van telepítve, de azt játszuk végig, hogy bizony-bizonyú szeretném telepíteni, a telepítést választom, és next-re bökök. Megkérdezi, hogy hát bizony, neked a Discord van, BDB verzió, vagy a Canary, azaz az alfa verziójú Discordot van fent. Nyilván jó esetben ő meg fogja találni, hogy hol van ez a fájl, és nekem megtalálta a Discord Canary, tehát az alfa verziójú Discordot, azt használom én, ezt szoktam meg, nincs vele semmi gond. Oké, ha nem találja meg, akkor a keresés gombbal betallózod az ő könyvtárát, nyilván valahol ott fog lenni a konfigurációs fájlok, -ok, ahova beszokta tenni nyilván a saját könyvtáradba valószínű a .config per Discord, vagy hasonló néven fogja megtalálni. Megtalálta a konfigurációs fájlokat, először kijelöljük, amit installálni szeretnénk, és rábökünk egy installációs dologra, lefut. Gyakorlatilag megkérdezi, hogy csinálni akarod-e, persze, lefut, és ennyi. És utána close, azaz bezárod az adott programot. Készen is vagyunk. Ennyi az egész, nagy részt. Elindítod a Discordot, elindítom a Discordot, én nekem el is fog indulni, bejelentkezik. Nyilvánvalóan itt már lehet látni, hogy bocsit, de egy kicsit más feliratok is vannak, mint amit te megszoktál. Alapesetben megyünk egy Discordba, látható ez a színséma van, ami valószínű, hogy neked nem ez van, hanem az alap egyszerű időzőjelbe fekete-fehér színsémát. Hogyan tudsz egy színsémát beinstalálni? Első körben odamész a felhasználói beállításokról, és jól lelapozol a legaljára, és ott lesznek ilyenek, hogy Better Discord, beállítás, egyéb dolgokat lehet itt megtalálni, a pluginokat, a témákat, meg a saját CSS fájlokat lehet itt szerkezgetni, a témához megyünk, majd rákattintunk a nyisd meg a témákat tartalmazó folderünket, mappánkat és ő megkeresi automatikusan, értelemszerűen a home laci config better discord mappába fog bent lenni, de automatikusan oda ugrik. Majd ezek után megkeressük a letöltött, nekem a letöltések mappába van, letöltések, és ide raktam nekem össze a két új beállítási fajt, tehát kinézetet, és belemásoljuk. Tehát gyakorlatilag automatikusan megkeresi azt a mappát, amiben bele kell rakni, megnyitja számodra azt a fájlkezelőt, amit te beállítottál, és utána sima átmásolással bemásoljuk azt a CSS fájt, amelyre szükségünk van, amit letöltöttünk, amit az előzőekbe megkukkantottunk, hogy tetszik. Majd utána visszamegyünk ide, és lehet látni, bizony, hogy már nem egy, tehát nem a GraphBox, amiről én cikket írtam, tehát azért került ez elő, bizony nem ez, hanem egy egyéb másik kettő is ott van, nézzük is meg, őt kikapcsolom, ennyi az egész, őt meg bekapcsolom, és lehet látni, lehet látni, azonnal élő lesz a téma, úgy, ahogy máshol is, tehát itt semmi nincs, csak ez a bemásolgatás hogyan lehet megcsinálni volt, többeteknek érdekes, azaz ezt is ki tudom választani, és beállítja olyanra, amilyen a téma szerkezet szerint van. Ennyi. Na hát ezt én gyorsan kikapcsolom, ezt visszakapcsolom, és megnyomom az ESC gombot, és visszaléptettem abba a színsémába, amit használok. Bonyolult volt? Nem. Fel tudja dobni a te Discord hát kinézetet? Igen, fel tudja dobni. Nagy munka volt? Nem. Hasonlóképpen a pluginok között is keresgélhetsz. Én azt javaslom, hogy egy téma, pár plugin, az nagyon kellemesen feldobja a lehetőségeket, azaz nem csak az alap, egyszerű, mindenkinek ilyen van és már unalomig ismert Discord kinézeted van, hanem olyan, ami a te rendszeredbe belesimul. Nyilvánvalóan a Graphboxot használom én, azért, mert a többit, egyéb kinézetet is igyekeztem erre átállítani, volt róla cikk, illetve van róla cikk, meg a második rész van, valamikor megjelenik. Azaz, ennyi volt a Discordnak a testreszabása. szabása. Ki ügyileg. az egész sokkal rövidebb ideig tart, mint amennyit beszéltem. Ez kb. nem egészen 10 perc, körülbelül 2 perc alatt meg tudjuk ezt tenni. Azaz, villámgyorsan megtehetjük ezeket a lépéseket, és utána szép, nekünk tetsző a rendszerünk színsémájába, ha olyat keresünk, beleilleszkedő, jól kinéző cuccot fogunk kapni, és nem az uncsi, mindenkinek egyforma, egyen diszkordot fogjuk nézegetni. Köszönöm szépen, sziasztok, sziasztok!